Na kérem tisztelettel, Dunakeszin van egy Ocean. Magyarosan madaras Tesco. Nem az én poénom, a gyerekek, én átvettem. Madaras Tesco. Ezt akarják bővíteni, még egy ugyanekkora madaras Tesco-t akarnak odaépíteni, de oda, ahova akarják építeni, ott egy ősláp van. Különböző madarakkal, gerlicékkel, lápokkal. Oda megépíteni nem lehet. Ilyenkor jön a szakértő, akit felkérnek, és bebizonyítja a lápról, hogy az nem láp. Aranyat érnek az ilyen szakértők, ugye? Mint a 90-es évek elején, ugye, amikor a 100 000 forintnak bármely többszöröse némely vámtisztviselőnek a látását is megváltoztatta. Teljes olajszerelvényeket nem vettek észre, ugye? Tehát átalakult a retinájuk erre az összegre. Na, akkor van ezzel kapcsolatban egy kis bejátszásunk, egy ilyen aktivista cimbi küldte, ezt most közreadjuk. Na, ez a mostani Ocean itt felülrű. Na, ihon a láp? A szakértő. De figyeljünk. Készített kutatógödröket, és megállapította, hogy a kutatógödrök területén homokos, száraz talaj van. Én most az egyik ilyen kutatógödör közelében vagyok. Hölgyeim és uraim, azonnal folytatjuk, üdvözlöm!